egy jó létből belecsöppensz a semmibe, gyerekként 11 évesen nem beszéled a nyelvet, nem tudod, hogy mit keresel itt, miért kell itt lenni, hideg ráadásul, a apu nélkül, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm Nagyon a örülök, hogy itt vagy. Arra gondoltam, hogy beszéljünk ma arról, ha van kedved, hogy amikor énekelsz, mit énekelsz ki magadból. Most mondhatnék egy nagyon közhelyes dolgot, hogy az érzéseimet, de sajnos ez igaz. Tehát, hogy én az, az a fajta énekes vagyok, ellenben nagyon sok más énekessel, aki mindig mindent máshogy énekel el. És ez annak is uh, tulajdonítható, hogy ugye én a jazzből jövök, és uh, én elvégeztem tavaly az uh, Zeneművészeti Egyetem jazzének uh, szakát, és nagyon büszke is vagyok rá, hogy jelen pillanatban énekesként egyedül rendelkezem ezzel a diplomával. És ugye a jazzben uh, uh, improv, improvizatív stílusról beszélünk, és nagyon egy kiforrott egyéniségnek kell lenni ahhoz, hogy neked meg legyen a saját stílusod. És ebben, ebben, mert nyilván én is kerestem az utamat a zenén belül is, hogy ki vagyok én valójában, mi vagyok én. A sok pofon, meg a kudarc ellenére is, ugye az ember mindig építkezik, és a jazz nyújtott mindig támpontot, a jazz amellett, mindegy. hogy én populáris ember vagyok, és én a popzenén nőttem fel. Attól, hogy populáris zenét szereted, még nem jelenti azt, hogy mondjuk a jazzben nem érheted el azt, amit szeretnél. Amúgy a jazzről tudjuk, legalábbis számomra ezt. Nagyon mély érzéseket közvetít a jazz. Sokszor a szomorú érzéseket, történéseket mond el egy-egy darab. Nálad a jazz mit közvetít? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez nyilván a hangulatomtól is függ, meg nyilván az adott darabtól is, hogy pont mit énekelek el. Ugye tulajdonképpen a jazz elsődlegesen a tehát hogy most ha le akarjuk egy picit definiálni, ugye egy jazz standard az, 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 úgy, úgy épül föl, hogy van egy énekes része, van egy improvizatív rész, és utána visszatér az énekes rész, viszont az már improvizált ének témával. És ugye itt gyakorlatilag átozzék a lelked, és, 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 minden, ami benned van, az, az ki tudod fejezni az énekeddel a darabon belül, ami egy adott kötött darab, de mégis valami új, újat tudsz belőle kihozni, és azért van, hogy valakinél ez nagyon működik, aki képes erre, Ugyanannál dalnál valaki mennél meg nem. Nagyon fiatal vagy is énektanár vagy. Ezek szerint nem csak az éneken keresztül közvetítesz, hanem a tudásodat is megosztod. Hol vagy legigaz, leginkább magad? Én szerintem a színpadon vagyok leginkább magam, nagyon-nagyon sokat tanítottam, de úgy éreztem egy ponton túl, hogy már nem, nem, hogy is mondjam, ez már nem táplál engem. És, és, és amikor nincs időd magaddal foglalkozni, úgy, 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 semmi értelme. Tehát amikor, amikor már az ember kedvetlen, már pedig nagyon-nagyon sok pedagógus úgy tanít, hogy kedvetlenül, és beáll egy ilyen robot funkció, és úgy próbálja közvetíteni, ugye a tananyagot, én, én azt soha nem csinálnám. Nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy én nagyon hiszek abban, hogy hogy a személyes dolgokban, tehát nekem is szerencsém volt, hogy pont egy olyan szakot választottam, ahol a tanárral kettesbe tudtam lenni, és ez egy nagyon fontos dolog, mert amel, mind a mellett, hogy felnézel a, a mesteredre, de az az intimitás, meg, 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 meg az a lelki vonal, hogy ráhangolódja másikra, att, abból tudsz tanulni. A színpadon kire tudsz ráhangolódni leginkább? Most egy személyre, vagy, vagy, vagy bár, bár, bármire, hogy kire tudok Azt mondtad, hogy ott vagy leginkább. leg. Igen, igen. Ö, hát a közönségre. Okay. Tehát, hogy az, a az közönségre az az hangolódsz, akkor az energiára, vagy esetleg az ő érzéseikre? Ez egy megmagyarázhatatlan dolog, tehát ez egy euforikus dolog. Például most nemrég össze volt... Eljött egy olyan pillanat az életemben, hogy sikerült egy egész estés nagyszabású koncertet létrehoznom saját erőből, a nulláról. A Szécssipál emlék koncert, nagyon sokan hasonlítanak hozzá, és sokáig nem vettem róla tudomást, meg, meg nem az én generációm, nem hallgattam ezt a zenét. Viszont, viszont amikor, amikor elkezdtem hallgatni, így éreztem, hogy én, én, én bennem ez mind megvan. Az érzelmes, a lírai vonal, ezek az olasz ami a 60-as, 70-es években ugye nagyon jellemzőek voltak Magyarországon. Mindig is szerettem a szimfonikus zenét, és amikor kiléptem a színpadra, emlékszem, Teltház volt a egyik ö, momkulturális központ, nem tudom, hogy erről lehet -e így beszélni. Hogy Persze. Ott tulajdonképpen kimentem, és, és, éreztem, hogy valami földön túli érzés. Tehát, hogy de, de nem, tehát, hogy én, én is kitártam a lelkemet, kit bírtam nyitni a lelkemet, magamat mutattam, nem szécsipált. Tehát én Mujai Zoltánként voltam egy olyan emlékkoncerten, ami egy, 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 legendáról szól, és a közönség szeretete az, az valami elképesztő. Tehát én napokig nem tértem magamhoz, hogy olyan, olyan energiák oda visszamentek, tehát hogy én befogadni is tudtam, és, és ugyanúgy meg tudtam, hogy kisugározni is tudtam. Kinek a szeretetét pótolja mindez? Mindenki vágyik szeretetre, tehát hogy... Ez <laughs> Szóval nyilván itt De azért... De kinek a szeretetére vágysz leginkább? Én egy nagyon extrém helyzetből jövök, tehát hogy nekem nem is a magyar az első Tudem. nyelvem. Én Pakisztánban születtem, édesapám perzsa származású volt, itt ismerkedtek meg anyukámmal, és, és aztán anyukámat kivitte ő, édesapám. Viszonylag boldog családban nőttünk föl. Anyukámmal mindig is egy picivel ridegebb volt a kapcsolat. Ő egy, ő egy, neki nem volt családja, tehát nagymama nevelte föl. És nyilván ebből is adódik, hogy ő nem tudta, hogy mi az a modell, ami, amivel neki dolgoznia kell, vagy fel kell nevelni. És, és mind magyar állampolgárok születtünk meg Karacsiban, ez egy cirka 20 milliós Tudom. város. A Magyarországra jöttünk, ott, ott indult el az igazi borzalom, tehát hogy egy jó létből belecsöppensz a semmibe, gyerekként 11 évesen nem beszéled a nyelvet, nem tudod, hogy mit keresel itt, miért kell itt lenni, hidegbe ráadásul, a apu nélkül, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Aztán édesapám meghalt, három évre rá, hogy Magyarországon voltunk, és na, hát az volt az igazi nagy trauma. Hogy, 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 Akkor ez több trauma volt, egy, hogy elhagytad az országot, ahol születtél. És ugye nem tudtam róla. És tehát, nem, tudtál nem róla. tudtam róla, hogy nekem el kell hagynom. Törődtél ezekkel a dolgokkal, tehát foglalkoztál azóta ezekkel a, ezekkel a traumákkal, vagy, vagy talán lehet, pont az éneklés segít? Igen, az éneklés, ez sok minden a gyógyír, Tehát én nagyon sokszor szoktam. És ezt zogorához. meggyógyította? Nem mondom, nyilván most lehet mondani, mint az orvos szok, orvosnál szokás a tüneti kezelés. <laughs> Nyilván ezek sokkal mélyebben vannak annál, hogy, 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 ezeket, hogy is mondjam, hogy ezeket egy ilyen egyszerű módszerrel, már pedig nem egy egyszerű módszer az éneklés, de hogy, de hogy meggyógyítani. Ha itt ülne édesapád a helyemben, mit mondanál neki? Hát szeretlek. Mit gondolsz, mit mondaná neked? Szerintem ugyanazt. Hogy szeret? Igen, igen. A halála előtt egy évvel itt volt Magyarországon, is mondta, hogy annyit kell tudni, hogy egy picit elhidegültek egymástól, ami nagyon-nagyon sok házasságban előfordul, és ott ugyan egy fehérbőrű nő egy iszlám kultúrában azért az egy nagyon-nagyon nagyon más világ, és nehezen fogadták őt el, és nyilván emiatt is néha frusztráltabb volt. Egyébként egy nagyon bátor asszony, és nagyon felnézek rá, hogy négyünk el. Magyarországra jött, és, és... ezért a döntésért nehezteltesz rá esetleg még? sokáig nehezteltem, de inkább az apukám miatt, hogy, hogy, hogy meghalt. Tehát, hogy ez nyilván ott vagyunk, ez nem történt volna meg. Viszont, ha globálisan nézem, az a legjobb döntés volt, hogy ide jöttünk. Egy, egy, egy stabilabb országba, mert azért ott egy, egy, teljesen más, más világ, és nem akarta, hogy ott nőjünk föl, és nyilván nem véletlen, hogy magyar állampolgárként születtünk egy vadidegen országba, ahol azért diktatúra van. Milyen most a kapcsolatod anyukáddal? Abszolút jó, de, de nyilván nem, ez nem egy nem olyan kapcsolat, ahol, ahol, hogy is mondjam, tehát, hogy pici, pici, nem mondom, hogy idegenek vagyunk, de vannak, vannak falak, és, és ezek, e, ezekhez a falakhoz nyilván én is ragaszkodom. Neki meg a természetéből adódóan ezek ott vannak. Ha Pakisztánban jobb helyzet lenne, mondjuk olyan, mint Magyarországon, hol élnél? Itt vagy ott. Sokkal többet éltem itt, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy itt élnék. Igen, igen. Mi az, amit megtartottál az ottani szokásokból, vagy az ottani hitrendszerből? A hitrendszerből szinte semmit. Én bevallom őszintén, hogy nem vagyok, hiszek Istenben, de nem vagyok vallásos. Tehát, hogy Nekem nem sosem jött be az ottani... Semmi olyan tradíció nincs, ami, amit szívesen te is átveszel, vagy átvetnél. Tradíció nincs, viszont gasztrómia van, ami a minden szóval napom része. Az... Tehát a pakisztán indiai konyha, ugye az egy is ugyanaz. És csak a... Vagyom. Csak a pakisztáni az ugye húsos, Igen. az indiai van, hát én imádom. Tehát, imádom. hogy hetente négyszer biztos, hogy, biztos, hogy ezt, ezt, az, ezt az ételt a számára, mint hogy ezt az indiai ételt. Mit szólnak a testvéreid a, a pályafutásodhoz, a céljaidhoz? Tehát, hogy ők hogy állnak hozzá? Igen, ez most megint egy nagyon jó kérdés, mert hogy sokáig semmit nem szóltak, mivel mi is el voltunk egymástól hidegülő. Valahogy így, így nőttünk föl, hogy nagyon nem foglalkoztunk egymással. Tehát mindenki a maga útján ment. Négyen vagyunk testvérek. Három fiú, én vagyok a legidősebb, a legkisebb lány. És és valahogy most pár éve kezdtünk itt közel kerülni, és most már kimutatják az érzéseiket. Addig nagyon-nagyon Mit mondasz, voltak. mi kellett ehhez, hogy ez így mozgásba Idő. Szerintem jön, idő kellett, Meg, idő. hogy, meg hogy mindenki érjen. Későn érő típusúak vagyunk, és, és abszolút ez kellett, hogy mindenki kirepüljen a otthoni fészekből, kezdje el az életét, és nyilván sikerekkel, kudarcokkal is, és, és rájön, hogy mi az, ami fontos. És ezt mind a négyünknek meg kellett tapasztalni egymás nélkül, hogy, hogy mi mennyire szeretjük egymást, mert amikor együtt éltünk egy fedél alatt, szinte idegenként. Mi lehetetni. az, amit megtanultál anyukádék történ történetéből, amit mondjuk a saját párkapcsolatodban mondjuk szabályként kitűznél? Hogy hát így nem vagy így igen? Igen, a szeretetet ki kell mutatni, és hogy az kell annak mutatni. ott kell lenni, és, az, 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 jelenti szerintem a legnagyobb stabilitás. Én egyébként nagyon sokszor csodálkozom, hogy ennyire jó gyerekek lettünk mind a négyen, és pedig lehetett volna ez, ez, ez teljesen más irányban is. Anyukám érveihez szóljon az, hogy, hogy, hogy nagyon keményen nevelt minket, és tényleg tehát, hogy a, ő, ő, szigor volt, arra gondolsz? Szigor volt, de ugyanakkor ő hitt az én zenei pályafutásomban, meg hogy tehetségesnek tartott, és támogatta a zenei hát ez uh, képzésemet. Ugye nagyon sok családban ez Igen. nem így van. Tehát mind a mellett, hogy, hogy ő egy nagyon szigor ember volt, meg rideg sok tekintetben, de a zenében nagyon hit, és, és mindent megtett, hogy én ezen a pályán pályára menjek, mert, mert, mert rájött arra, hogy ebben én jó vagyok. És azt a támogatást. Hát kis gyerekkorod óta egyébként látszódott, Nagy, hogy, hogy nagyon megvan a támogatás. Igen, nagyon pici gyerekként. Igen. Ez egy nagyon vicces történet, igen. mert amikor egy éves voltam, egy-kettő éves, akkor folyamatosan zörögtem, meg meg ütögettem minden, meg megfogtam ilyen dobokat, meg, meg a lábammal rugdostam a, 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 a kocsi ülést és azt hitték, hogy megbolondultam. Az, az Miközben így, hogy... nem zenéltél. Igen, belül zenéltem, de hát kifelé ez nem, nem úgy tűnt, és ugye én nem származom egy zené családból, tehát hogy fogalmuk sem volt, hogy, hogy, mi bajom van, és el is vittek egy orvoshoz. Az orvos tovább küldött egy specialistához, hogy meg kéne a gyerek agyát röngyeneztetni, hogy lehet, hogy fogyatékos. Mert közben ilyen fura arcokat is vágtam, de én egy belső világban én zenéltem. De jó. És megcsinálták ezt a, ezt a, 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 a agyi igen, röngent, és, 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 és akkor derült ki, hogy abszolút épelmény vagyok, csak kéne teret adni a gyereknek. És, és utána négy évesen járt hozzám egy indiai mester, aki az ottani indiai rágokat tanította nekem. Tehát a komoly indiai népzenén keresztül kezdtem el, és öt éves voltam, amikor először tömeg előtt énekeltem és felléptem. Mit gondolsz? Mire van még szükséged, hogy megérkezz oda, ahol azt mondhatod magadról, hogy na igen, erre vágytam, és ez megvan. Sokat gondolkozom ezen. Nyilván, hogy ha ezt tíz évvel, tíz évvel, ezelőtt kérdezed, akkor, akkor azt mondtam volna, hogy a hírnévne, meg a sikerre, meg a rajongásra, de ezek mind már ilyen abszolút egy mellékes dolgok. Nem, nem ezek Örülök, izgatnak. hogy ezt mondod. Nem, nem ezek motiválnak. Én, nagyon-nagyon jól érzem magam a színpadon, és, és, azt érzem, hogy én ott egy érzést, egy, 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 hogy is mondjam, nagyon nehéz erről beszélni, egy, egy önkívéleti állapotban vagyok. Ha azt kérdeznéd, hogy, hogy mit éltem át egy adott koncerten, nem tudnám elmondani, mert nagyon-nagyon sok mindent. És, és, és számomra az a fontos, hogy az embereknek ezzel segít, segíthessem, és amikor visszakapom azt, hogy hogy az élete koncertjén volt, vagy hogy, vagy hogy azzal a dallal egy olyan emléket hoztam rajongók által, ugye, akik, akiktől kaptam leveleket, könyvbe lábad a szemem, és, és már csak egy ilyen dolog érkezik az életembe, vagy egy ilyen poszt, már megérte. megérte szóval azt csinálni. mondod, hogy elérkeztél oda, hol megvan minden? Még nem érkeztem el, úton vagyok. Ez nagyon-nagyon kemény út. Az én utam az keményebb szerintem, mint sok, sokok mások. Miért gondolod ezt? Nem tudom. Tehát, hogy valahogy ugye az elfogadás is, tehát hogy az elfogadás úgy értem, hogy egy más kultúrából jöttem, félig külföldi vagyok, és, az, hogy, az, hogy én, én száz százalékban magyar vagyok, és magyarnak is érzem magam, és úgy is élem az életemet. Sokszor, nem tudom, például volt egy kisebb trauma annak idején, általános iskola, most menjünk egy picit az általános iskolába, amikor még tanultam a nyelvet, amikor próbáltam, azért ez egy nagyon nehéz folyamat volt, tudjuk nagyon jól, hogy a magyar nyelv az nem egy, nem egy egyszerű nyelv. És eljöttem arra, elérkeztem arra szintre, hogy már elsajátítottam a magyar nyelvet, tudtam folyékonyan kommunikálni, zenélni, énekelni. És volt egy iskola rendezvény, ott is már nagyon korán felfedeztek, hogy tudok énekelni, meg a tehetséges vagyok. És a március 15-i rendezvényen én a nemzeti dalt, Ugye ez a Tolcsai László féle nemzeti megzenésítettem, és előadtam az iskola rendezvényen. Ö, ott volt a 11. kerületi ö, ö, Új Buda TV, akik ezt rögzítették, és valahogy meglátta a Tolcsai László ezt a felvételt, és az iskolán megkereste, hogy nagyon-nagyon hogy örült ennek a felvételnek, és a nagy országos rendezvényre szeretné, ha ezt a dalt És jött is ez a felkérés, az igazgató oldaláról, viszont egy ilyen apró tényt elfelejtettek mondani, ez, ez az előadás előtt derült ki egy héttel körülbelül, hogy csináltak egy tanári értekezletet, hogy eldöntsék, hogy én magyar vagyok, -e, és mehetek-e. Én képviselhetem az országot, a felkérést én kaptam, nem más. <laughs> <laughs> és megszavazták egy ilyen titkos ö, szavazáson, hogy én nem mehetek, és másnak kell mennie. És, és mást akkor mást költek. Mást költek. Uh -huh. más költek. És ez így ennyire nagyon, benned maradt? Ez nagyon. Tehát, hogy ez van ilyen sűrűn 10, az életed? 14-5 évesen egy ilyen, pont akkor halt meg apukám, és ez egy nagyon instabil időszak is volt, de erős voltam, és csináltam a dolgom. Persze, hogy bennem maradt. Ez, ez egy diszkrimináció volt. hogy. hogy ott... van azóta más példa is el? Nem, Mert nem, ugye azt nem. mondtad, hogy... Nem, nem, nincs, hál' Istennek. Mert, mert ugye az, azzal kezdted az előbb, hogy... Nehezebb a te utad. Igen. Hogy most is így érzed. De miért érzed, hogy nehezebb a te utad? E, emiatt érzem főleg, hogy, hogy lehet, De nem hogy... lehet, hogy csak benned van? Tehát, hogy kapsz visszajelzéseket? Kapok. Most, most már a, egy, egy pár éve tényleg úgy érzem, hogy csinál vagyok. De azelőtt nagyon... Tehát akkor nagyon most nehéz vagy nem az utad? Nehezebb az utad, mint másnak, vagy nem? Nehezebb az utam, de... Én legalábbis ezt látom a környezetemben. De ezt szomorúsággal mondod, szinte, szinte sóhajtasz miközben mondod ezt. Nem, tehát, hogy valami de, ne, nem, nem, tehát hogy... Ez a te hitrendszeredben így van? Hogy igen, a hit hitrendszeremben, hogy én annyira sok mindent adok, és mégis nehezebben megy. Igen. viszont az utóbbi egy-két évben ez nem így van tehát rá, tehát valahogy lehet, hogy az égiek is segítenek benne látják, hogy mennyire kitartó vagyok szorgalmas vagyok, alázatos vagyok és tényleg ezt, tehát, hogy ezt az utat tűztem ki hogy én végigcsinálom és lehet, hogy ez kellett ahhoz hogy, 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 hogy kezdjenek el támogatni a végéhez értünk és, és tényleg nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésért érzem, hogy többet kaptam egyébként tehetsz föl egy kérdés nekem most rajtad a sor. Jó, akkor az lenne a kérdésem, hogy most így a beszélgetés alkalmával, ami, amiről én beszéltem, velem kapcsolatban mit érzel? Hogy rendkívül érzékeny vagy, törékeny vagy, különlegesen más vagy. A különlegesen más azt jelenti, hogy az érzékenységed, és, és főleg ez a belső rezgésed, ez, ez pont egy olyan emberé, mint, mint aki nagyon-nagyon sokra fogja vinni, ám törékeny marad. Az érzékenységed egy plusz. Ha nem lennél ilyen, valószínű nem lennél a zenében sem sikeres. Tehát, hogy valószínű ez az a titka annak, amit mondasz, hogy, hogy egy-két éve ugye a közönség is másképp reagál, meg te is másképp vagy rájuk hangolódva. Mert ezt érezni, én ezt érzem. Őket meg kellene kérdezni, hogy ők, ők mit éreznek. Én abszolút ezt, ezt látom. Én hegedőt látok a lelkedben. Olyan vagy, mint egy hegedő. Nagyon finom húrokkal. Szeretem ezt a hangszert. Nagyon köszönöm, hogy hogy elfogadod. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is.